Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, Mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám. És ma 400 forint volt a piacon a szilva kilója, így elhatároztam, hogy sütök valami szilvás süteményt, mégpedig olyat, ami még nincs fönt itt a csatornámon. Ez pedig a krémes szilvás kocka, vagy szilvás szelet. Ennek az első változatát több mint 20 éve sütöttem, mégpedig az Unilever megbízásából a rámás recept füzetekbe. És itt még piskótával készült, sima piskótával. Később aztán itt kísérletezgettünk, játszottunk vele, és abban maradtunk, hogy a kevert meggyesnek a tésztájához hasonló tésztával még finomabb, mint sima piskótával, és a krémet is egy nagyon picit sűrűbbé tettük. Így alakult ki az a változat, amit ma most itt Önöknek mindjárt megmutatok. Egy nagy tepsire tettem pár csepp olajat, és rátettem egy sütőpapírt. Az olaj azért kellett, hogy hozzá tapadjon, ugye a sütőpapír. Lehetett volna zsír is, vagy pár csepp víz is, teljesen mindegy. Most olyan 3 dekányi vaj az, amit elkenek rajta. Ezt egy nagyon picit megolvasztottam, hogy könnyebben tudjak vele dolgozni. Erre 2-3 evőkanálnyi, ilyen szűk maréknyinak megfelelő zsemlemorzsát hintek. Bő 1 kiló szilva az, amit megmostam. Most annyi történik, hogy félbevágom a szemeket, és így az előkészített tepsire sorakoztatom. Kicsit alulbecsültem a szilva mennyiségét, ugyanis a 1,5 kilóból csak ez a 4 szem maradt meg, úgyhogy azt fogom írni a receptbe, hogy 1 kiló 40 deka szilva körülbelül. Elmaradhatatlan fűszerünk a fahéj, ebből tettem egy ilyen, hát egy ilyen csapott kis kanálnyit egy tálba, hozzáadok 2 pupozott evőkanál kristálycukrot, összekeverem, és egyenletesen rászórom a szilvára. 6 tojást szétválasztottam, első körben a fehérjét kemény habbá verem. A 6 tojás sárgájához teszek 1-2 csomag, mondjuk ez 1, ez így 2 vaníliás cukrot. Tojásonként 4 deka cukrot szoktunk számolni, tehát kimértem 24 deka, én most porcukrot mértem ki, de ez lehet kristálycukor is, és ezt az egészet jó krémesre fölverem. Ez elektromos habverővel maximális fokozaton egy olyan 3-4 perc. Amikor ez megvan, hozzácsurgatok apránként 10 deka olvasztott vajat, ez lehet egyéb iránt margarin is, a lényeg, hogy ne legyen forró, éppen csak olvasztva legyen. Tojásonként 4 deka lisztet kimértem, tehát ez itt 24 deka liszt. Hozzáteszek egy csomag sütőport, ez történetesen egy 12 g-os sütőpor. Hozzáteszek egy csipet sót, az egészet összeforgatom. Következő feladatként úgy az egy harmadát, vagy akár a felét is beleszitálom az előzőekbe. Így. Összekeverem. Ahhoz, hogy majd a következő mennyiségű lisztet, a maradék lisztet beledolgozzam, már kelleni fog egy kis tojáshab, tehát mondjuk így a harmadát, felét ennek is rádobom, rászitálom a maradék lisztet, és elkezdem összeforgatni. Ha úgy érzem, hogy még mindig nehéz dolgozni vele, még egy kevés fehérjét hozzáadok, és anélkül, hogy extrán törném a habot, így összeforgatom az egész masszát. Amikor úgy látom, hogy egészen jól meg vagyok vele, hozzáteszem a többi fehérjét is. Könnyed mozdulatokkal elkeverem. Ennek a masszának körülbelül a 2/3-át rákenem a szilvámra. Azt mondanám, hogy inkább a 3/4-e került rá a tésztának, és akkor a maradék 1/4-hez adok olyan egy evőkanálnyi kakaóport,
Így. Úgy érzem, hogy ez túl sűrű ahhoz, hogy itt azonnal a tésztára kenjem, úgyhogy adok hozzá egy evőkanálnyi tejet még, körülbelül így, és most lesz teljesen tökéletes. És akkor az a következő lépés, hogy ezt a kakaós tésztát, ezt rácsurgatjuk tulajdonképpen a meglévő piskótára. Az lesz majd a szerepe, hogy amikor felvágjuk a süteményt, akkor ilyen csinos kis círmos, nem is tudom máshogy mondani, ilyen kis tarka meccés felületet ad majd a sütinek. Aki még erre a tarka meccés felületre rá akar segíteni, akkor egy pár helyen így egy kicsit meghúzgálhatja a tésztát, és ennyi az egész. Előmelegített sütőben közepes lánggal, az azt jelenti, hogy 180 fok légkeveréses sütő, illetve alsó-felső sütés esetén 165 fok, körülbelül 25 percig sütjük. Ez alatt van bőségesen idő, rakjunk rendet magunk körül, hogy a krém főzéséhez már tiszta konyhában tudjunk dolgozni. Végül is a 25 percből inkább ilyen 27-28 perc lett, de most garantáltan megsült. Egy olyan 10 percig hagyom így hűlni, azután majd átborítom egy másik tepsibe, vagy pedig egy gyúró deszkára. Én azt hiszem, hogy inkább egy tepsibe. 10 perc múlva találkozunk. Kiskéssel azért körbevágom, hát ha a sütőpapír nem ér mindenhol ki belőle. Ráteszek egy nagy tepsit, az egészet megfordítom, a sütőpapírt lehúzom róla, és most hagyom kihűlni teljesen. A krémhez kisebb lábasba öntök 5 deci tejet, beleszórok 20 deka kristálycukrot, hozzáadok 2 csomag, ez 80 g főznivaló vaníliaízű pudingport, aki akar, tehet vele vaníliás cukrot is, és kevergetve pár perc alatt sűrűre főzöm ezt az egészet. Lehet látni, itt a tetején elkezdett forrni tulajdonképpen, ekkor már készen van, jó sűrű lett, pont ahogy szerettem volna. Tehát innentől kezdve fél percig folyamatosan kevergetve főzöm, és bármilyen furcsán is hangozhat, könnyen leéghet a lábasban, hiszen a lábas még jó ideig tartja a hőt, ezért átkaparjuk egy tiszta tálba, és itt hagyjuk kihűlni, pontosabban, amíg szobahőmérsékletűre nem hűl. Elektromos habverővel többször belekeverünk, miközben hűl. Amikor a krém nagyjából szobahőmérsékletű, hozzáadok 25 deka ugyancsak szobahőmérsékletű vajat, ez lehet margarin is, és így keverem simára. Érdemes megnézni, tükör sima lett, egyetlen csomó, egyetlen göcsört nincs benne. A tetejére reszelek 6-8 deka étcsokoládét. Hűtőszekrénybe tesszük, hogy a krém egy kicsit meghúzzon rajta, hiszen csak azután tudjuk majd szeletelni. Amikor megdermett, kockákra vágtam a süteményt és tányérra tettem. Akinek szimpatikus volt a krémes szilvakocka elkészítése, kérem nyomjon a videóra egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőbb tegye meg, hiszen most már több mint 510 étel videóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak!